Mi a Gömöri Hagyományőrző és Huszár Egyesület képviseletében járjuk az utunkat. Tradicionális magyar huszári viseletet hordunk, a 16-17. Századot jelenítjük meg, Dolmányban Szabjával az oldalunkon lovaglunk. Egyes! Felső Lipticán, ahonnan indultunk Lengyelországból, Szent István nevére, aki a mi államalapító királyunk, építettek templomot és szentelték fel. Ott meghallgattuk a Szentmisét, a vasárnapi misét, és utána indultunk el. Az ő zászláját hordozzuk, és az államalapítás ünnepére, augusztus 20-ára kenyérszentelésre érünk Magyarországra. Megkerültük a Tátrahegységet, érintettük Késmárkot, és így érkeztünk be Rozsnyóra. Az előző éjszakát Csucsonban töltöttük, ahol megvendégeltek bennünket. Körülbelül 250 km-esre tervezzük az utat, ez nyilván az útszakaszoktól változik, a hegyeken lassabban haladunk, most 180 km-nél járunk. Uplynulú nedeľu, a teda 20. augusta, Rožňavu roztancovala súkromná základná umelecká škola JAS a tanečný klub Sambed so svojimi vystúpeniami. Tie sme si mohli vychutnať v priestoroch pred obchodno-kultúrnym centrom, kde sa stretli desiatky ľudí, ktorí obdivovali tanečné umenie týchto nadaných tanečníkov. Thank you.
Program Rožňavského kultúrneho leta však ešte ani zďaleka nekončí. Už 25. augusta pokračuje hudobným piatkom. Tento raz sa v nádvorí radnice predstaví rožňavská kapela Lako Bay, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte a má u nás kvalitnú fanúšikovskú základňu. Koncert sa začne o 19. hodine. Nedeľa 27. augusta už bude opäť patriť deťom. O zábavu sa v centre mesta so začiatkom o 16. hodine postará naša základná umelecká škola, ktorá si pre vás pripravila krásny program pod názvom Zuška baví mesto. Nezabudnite, už v nedeľu 27. augusta o 16. hodine v severnej časti námestia. Posledným podujatím Rožňavského kultúrneho leta bude koncert našej ďalšej známej superstaristky, a teda Katky Stohrovej a Štefana Majerníka, ktorý vypukne 1. septembra v piatok so začiatkom o 19. hodine. Tešíme sa na vás v nádvorí radnice.